úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, úgyis, úgyis, riszállom, Nagyon te cenekem baba, engem a karna. Nagyon te cenekem baba, engem a karna. Nagyon te cenekem baba, ugye nem válasz.
teljes figyelmemmel az óvodások és a szülők felé fordulok. Bízom benne, hogy átöltöztek a mazsolettes lányok, akik sportolni fognak a nagycsoportosok közül. Benneteket megkértelek, hogy sorakozzatok fel a kapun kívül. Most kérem, akkor kapu mellett a szülő, és kívül a gyermeke, kézen fogva álljatok be. És a megszokott kis zenénkre szeretném, hogyha csapatotokkal tennétek egy kör, és beállnátok a pályátokra velem szemben ide a fekete vonalhoz. Valamikor
Nagyon régen, amikor ez a sportcsarnok megépült, az óvónénik összebeszéltek, hogy jó lenne kipróbálni óvisokkal is ezt az óriási küzdőteret. Meg is szerveztek egy délelőttöt, amire a szülők elhozták gyerekeiket. És hogyha már itt voltak a szülők is, úgy gondolták az óvónénik, hogy hadd játszanak együtt a gyerekeikkel. Ez az első délelőtt nagyon-nagyon jól sikerült, és aztán úgy gondoltuk, hogy ezt hagyománnyá tesszük, és így érkeztünk el a 20. játékig. Mindig voltak nagyon lelkes gyerekek, nagyon lelkes szülők, óvónéni, akik felkészítették a csapatokat, és elhozták ide a csapataikat egy jót játszani. Képzeljétek el, hogy erről a küzdőtérről még mindenki győztesen ment haza. Ti most egy ünnepi játéknak vagytok a résztvevői, de nektek sem kell más tenni, csak gyorsan futni, kúszni, bukfencelni, szurkolni egymásnak, szurkolni a szüleiteknek, egy jót játszani, és ti is győztesként fogtok innen hazamenni. Azt kívánom nektek, hogy nagyon jó játékot játszatok, és most felkérek minden csapatot, hogy mutatkozzon be egymásnak. Illetve ide jövök, lányos zavaromban, pedig már nem régen voltam az, azért illik köszönteni vendégeinket, utánatok. Óvodánk intézmény vezetőjét, Moravszky Zsolt Né Mariant köszöntöm elsőként, és segítőinket, dr. Fülöp Erik polgármester urat, a tanítónénik neveit pedig majd el fogom nektek mondani akkor, amikor az időmérők neveit mondom, hogy ki segít a csapatotok mellett időt mérni, ha nem haragszatok. Ők a Tiszavasvári Általános Iskolából jöttek, ők lesznek jövőre az elsős tanítók, egy picike-picikét már ismerkedni fognak veletek a játék során. No. Az egyes pályán a Varázsszeruza óvoda gomba csoportja fog versenyezni. Fürge Mókusok, Balogh Péterné, Daphné Róka Ildikó készítette fel őket, Kisné Gonda Marian lesz a segítőjük, és az időmérőjük dr. Fülöp Erik. Mutatkozzatok be!
Ennek örülök, mert azt hittem régen az erdő közepén vagytok, jó? Hogy itt maradtatok még velünk. Négyes pályán vendégünk Tisza Dada, aki 20 éve szinten majdnem minden alkalomkor eljött hozzánk, amikor már térségünk településeit is hívtuk. Amikor tehették, itt versenyeztünk velük. Örülünk, hogy most is rá tudtatok jönni. Csapatneve Picinke Cinke, óvodapedagógusok Komárominé Rik Csilla, Kárpáti Ilona, Dajka néni, Hodorné Pap Ildikó, és az időmérőtök Rókáné Gulyás Anikó tanítónéni lesz. Mutatkozzatok be! Ötös pályán a Minimanó óvoda csapatát köszöntöm. Óvodapedagógusok Gazdag Józsefné, Ferencini, Majoros Erik, Dajka néni, Alacs Mihályné, Pere Dánielné, Tóth Lajosné, időmérőtök pedig Képesné, Mészáros Zsuzsa tanítónéni lesz. Mutatkozzatok be!
Figyelem! Thank you.
figyelem.
Figyelem! Oh!
Figyelem!
első és győztes. Megdicsérlek benneteket, mert nagyon szabályosan, nagyon ügyesen, úgy, ahogy az óvónénik tanították nektek, úgy versenyeztetek, ti gyerekek példát mutattatok a szüleiteknek, a szüleitek pedig nektek mutattak példát, és ez a délelőtt ezért is lett nagyon jó, nagyon sikeres, és mind a mellett vidám és önfeledtnek láttam, hogy nagyon élveztitek azt, amit csináltok. Köszönöm szépen nektek! Megköszönöm nektek, hogy együtt játszottunk, és akkor nézzük, hogy kinek van a legtöbb pontja. Innen úgy látom, hogy a kettes pályán versenyző Csaba gyűjtött 42 pontot, gratulálok neki! És kérlek benneteket, gyertek, vigyétek el az ajándékot! És a meglepi az a 20 éves alkalomból, hogy mindenki egy labdát, amikor mentek haza, kap az óvónéniétől, hogy emlékezzetek mindig erre a nagy napra. A többi játékot meg vigyétek az óvodáitokba, és használjátok egészséggel. Tegyétek most még félre, mert az eredményjelzés után még egy picikét ünnepelünk. Várom a türelmeteket, illetve kérem. Na nézzük, ki kaphatja a következő játékcsomagot. A hármas pályán versenyző csapat. Gratulálunk nektek! Gyertek, vegyétek át a nyereményeteket! Ti is fogtok kapni egy-egy labdát, amikor mentek haza innen a sportcsarnokból. A többi játékot pedig az óvodában használjátok, a többi kisobodással, aki az óvodátokban jár. Ildikó néni nagyon kedves, segít nektek! És akkor most nem harmadik nap, illetve harmadik nap, mert harmadik lesz majd a következő pályán szereplő csapat is, egyforma pontszámmal, és harmadikként vehetik át a Varázsszeruza óvoda gomba csapata, gomba csoportja és fürge mókusok csapata. Óvatosan, óvatosan. Gratulálok nektek. Egyet? Biztos? Igen, akkor egyet kérünk vissza, mert ez a másik harmadikként pontot gyűjtő csapaté, ezt Málit kérem. Valaki nagyon szorgalmas volt, pedig olyan jó megszületettük ezeket a játékokat. És akkor jöjjenek a picinke cínké, gratulálunk nekik is! Helyére került, a jogos tulajdonba, és nagy szeretettel várom, hogy vegyék át a játékokat, a 21 pontot gyűjtött nagyon ügyes és kiegészített minimaló csapata. Köszönöm szépen a szülőknek, akik kisegítették ezeket a lovodásokat, hogy ők is ezt a délelőttet mozgással töltsék el, és jókedvűen versenyezzenek. Hogy gondolatban aranyérmet adnak nektek. Én is büszke vagyok rátok, és majd kollégáimat megkérem, hogy egy-egy smiley labdát a 20 éves alkalomból továbbítsanak nektek, juttassanak. És akkor azt szeretném, hogy nem felejtsük el, hogy a mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, ami a mozgást helyettesíthetné.
ne felejtsétek el, és jövőre találkozzunk.